így pattan el. Erre gyakrabban nehezíti meg az időjárás a gazdálkodók életét. Ilyen viszontagságok mellett épp elég a termeléssel és értékesítéssel foglalkozniuk, azonban számos bürokratikus teher is nyomja a vállukat. Ezek csökkentése céljából kerültek át specifikus agrárigazgatási feladatok a kormányhivataloktól az agrárkamarához. Az év elejétől a családi gazdálkodók nyilvántartását is a szervezet végzi. Idehaza sokan dolgoznak ilyen formában a mezőgazdaságban. Körülbelül országos szinten 23 ezer ilyen családi gazdálkodó működik, körülbelül 80 ezer tagja van ezeknek a családi gazdálkodóknak. Hát a mi megyénkben elég nagy számban vannak, pontos adatot azért nem tudnák mondani, hogy hány családi gazdálkodó van, de mivel itt az elaprózott területeken a agrárgazdasági kamara tag is a legnagyobb létszámmal rendelkezik, így biztos mi első helyen vagyunk itt országos szinten ezekben a családi gazdaságokban is, ugyanis elaprózott területen gazdálkodunk. Január 1-től a mezőőri szolgálat szakmai felügyeletéért is a kamara felel. Rácz Imre szerint a rendszerváltás környékén a TSZ-ek és állami gazdaságok idején jól működött ez a rendszer. Most azonban mezőőrök hiány leginkább polgárőrök segítenek fellépni a telephelyekre betörő vagy terményeket ellopó illetéktelenekkel szemben. De ők nem biztos, hogy rendelkeznek erre alkalmas járművekkel. Ezért fontos mind a kamarának, mind a gazdálkodóknak, hogy a rendszer jobban működjön. Ehhez, mint mondta, megoldást kell találni a finanszírozásra, vagy kötelezővé tenni az önkormányzatok hozzájárulását a szolgálathoz. Az önkormányzatok ugye az 50%-át finanszírozzák ezeknek a munkabérnek járulékoknak, és azt az állami támogatásként vissza tudják igényelni, és mi hagyjuk jóvá ezt az igényléseket, ami jogszerűen jár az önkormányzatoknak, illetve a másik felét a gazdálkodóknak kellene állni ennek a mezőri szolgálatnak, és most, ahogy átkerül itt hozzánk, most szembesülök azzal, hogy mennyire kevés százalékban valósul meg ez a támogatott mezőri szolgálat a mi megyénkben. Ezt számokra lefordítva azt jelenti, hogy a megye 229 településéből mindössze 8-ban működik csak ilyen szolgálat. Az Agrárkamara olyan területek ellenőrzését is átvállalta, amelyeket a gazdálkodók nem használnak, valamint a belterületeken lévő 1 hektárnál kisebb területek nyilvántartását is ők végzik az év elejétől. Rácz Imre szerint a feladatok átvételével a kamara és a leterhelt kormányhivatalok is jól járnak.